Én a magam részéről nagyon szívesen beszélem meg a partnereimmel, hogy annak idején mit csináltunk mi jól, 100 000-szer jobban, mint a mostaniak. Én azt látom, hogy a kormány cserben hagyta Magyarországot. Annyi pénzt költött el feleslegesen, hogy a valaha volt legnagyobb hiánnyal nézünk ma szembe. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Amikor azonban eljön majd a közös kiállás ideje, nem versenghetünk tovább egymással. Ezért aztán javaslatunk is nagyon egyszerű. Közös lista, közös győzelem, közös Magyarország. Én azt látom, hogy a kormány cserben hagyta Magyarországot. Annyi pénzt költött el feleslegesen, hogy a valaha volt legnagyobb hiánnyal nézünk ma szembe, az a kormány nem nemzeti kormány, és a legkevésbé sem keresztény kormány. Ottóval már adás előtt röhögtünk, hogy tényleg az a kedvencünk, amikor egy ateista komcsi elmagyarázza, hogy mi a jó keresztény, mint a Klárika. De ezen túlmenően, tehát tényleg, hogy én még ilyen bőrvastagságot pofán, mint ami ezeknek a pofáján van, ez párját ritkítja. Ezek olyan szintűk az emberek, hogy nincs. Lámpással kell keresni, kutakodni a világtörténelemben hozzájuk foghatóhoz. Ezek beszélnek hiányról, jó kormányzás, és egyáltalán bármiről, és nohdacu kereszténységről, tényleg az ember zsebében nem kinyílik, hanem üvölt a bicska. Kezdjük most innen, Laci. Hát tartozom egy személyes vallomással. Én ha meghallom ezt a hangot, rosszul vagyok. Tehát, érdekes. Nem tudtam, hogy ez lesz, mert lehet, hogy beteget jelentek. Mert és ezt nem azért mondtam, hogy bántani akarom ezt a hölgyet, hanem hogy ebben a hangban minden benne van. Uh-huh. Amit elmondtál, a hazugság, a megtévesztés, a sunyi, vastag bőr a képen, könyörgöm, Gyurcsány Ferenc kormányzott, és ugye az ő feleségéről van szó, és azt mondja, hogy szívesen megbeszél, hogy mit csináltak jól. 100 000-szer jobban. Mit csináltak jól? Én nem tudok egy dolgot sem felsorolni, amit jól csináltak volna. Ha csak nem a trükkök százaira. Igen, de az egy más műfaj, ez nem a kormányzás. Hát menjenek el a cirkuszból, trükközhetnek. De mit csináltak jól? De az a nagy probléma, hogy eltelt 10 év, és egy csomó ember, a fiatalok erre nem emlékszik. Sem a szemkilősekre, sem a rendőrrohamokra, sem arra, hogy tönkretették az országot, saját bevallásuk szerint is. Hazudtak, trükkök százaival tudták egyáltalán a kormányzás látszatát fenntartani. És most számon kéri Orbán Viktort, hogy elszabadult egy kicsit a költségvetési hiány. Könyörgöm, járvány van. Nem? Nem rémlik nekik? Szeretném őket emlékeztetni arra, hogy közös lónak túros a háta. Vigyázzanak ezzel a nagy közösködéssel, de ez legyen az ő bajuk. A mi bajunk sokkal inkább az, amire Laci is utalt, hogy nekünk ezt még hallgatni kell. Tehát ők annyira jól csináltak mindent, hogy emlékezzünk csak vissza, még saját köreikben is megfogalmazódott, hogy a Feri igazán elhúzhatna már melegebb éghajlatra, mert miatta lett a Fidesznek 2/3. Ha annyira jól csináltak volna mindent, 100-szor jobban, nagy valószínűséggel ez a helyzet nem alakult volna ki. Tehát még azon sem gondolkodnak el, amit saját maguk beszélnek. Azt az ellentmondást sem látják eszmeik között az űrt, amit maguk állítanak föl. És ami a nagyon sajnálatos, hogy van egy olyan baloldali narratíva erről az egészről, a 2000-től 2010-ig és a 2010-től napjainkig tartó időszakról, amelyiknek semmi köze nincsen a valósághoz, és mégis 100 000-ek tették a magukévá.
Én már egyszer mondtam itt ebben a műsorban, hogy arra adjatok nekem megfejtést, hogy hogyan lehetne ez alól a mákony alól, ez alól a tömeghipnózis alól fölszabadítani honfitársainkat, akik beveszik ezt a baloldali makutyi dumát. Hát elképesztő, hogy ahogy fölépítették, hogy a hazugságbeszéd, a szenvedélyes igazságbeszéd, az ótvar kormányzás, ami majdnem csődbe vitte teljes mértékben a társadalmat és a gazdaságot is Magyarországon, az a legnagyszerűbb időszaka volt Magyarországon. Érted? Tehát teljesen kifordítva mindent a valóságából, teljesen meghamisítva mindennek a pozitív vagy negatív előjelét, agyrém, és van, aki ezt beveszi, gondolkodás nélkül. Én ezt egyszer nem bírom felfogni. Nekem egy Szörönyi Brodi szám jutott az eszembe, egy betű hiány tudom idézni, ott egy kicsit hibázik, hogy Klárika egy kicsikét butácska, mert Klárika itt most elszólta magát. Ugyanis amikor azt mondtad, ez úgy megmaradt bennem, hogy közös Magyarország, én ezt le tudom fordítani az ő nyelvükre, az úgy hívják, hogy Magyar Népköztársaság. Köszönjük, abból még egyszer nem kérjük. Pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Egyéb iránt ebben a Orbán dolgozatban ő világosan le is írja, hogy a Soros-féle háttérszervezet összesöpörte, összedarálta, beletöltötte egy kolbászbélbe ezt a baloldali, szélsőjobboldali, liberális, meg az Isten tudja milyen ellenzéket, és gyúrtak belőle egy katyvaszt, és ez semmi más nem érdekli, mint a hatalom megszerzése. Hogy milyen lesz a tekintetben, ne legyenek illúzióink, borzalma, rettenetes lesz. Az, hogy kitalálták, hogy ezt a hát legyünk őszinték, intellektuálisan azért az egeket nem ostromló hölgyemény próbálják eladni miniszterelnök jelöltnek. Ez lehet, hogy a mosónő lelkületű konzervatív kommunistáknak talán bejön, de szerintem azért józan embernek azt föl kéne fognia, hogy erre a nőre rámerné bízni mondjuk a budapesti hatos villamos vezetését. Mert én nem. Én föl nem szállnék arra a villamos, és főleg nem mennék át előtte, amit ő vezet. Tudod, is egy akkor egy országon. De ráadásul azt ugye napnál világosabb, hát nem ez a nő, nem ez fogja kormányozni, meg irányítani az országot, hanem a kedves férje ura, aki azóta már szépen felfúvódott, de emlékezzünk vissza, ha már most csak az egészségügyet vegyük egy pillanatra ide. Megvan még nektek az a talán 2006-os, az utolsó ilyen miniszterelnök jelölti vita, Orbán versus Gyurcsány. Megvan? Igen. Mikor ez a csippola, ilyen kicsit bratyizósan, ilyen leereszkedően, így azt mondja Orbán Viktornak itt a vita egy pontján, hogy miniszterelnök úr, maga rendes ember, hát nem akarhat hazugsággal választást nyerni. Hát vonja már vissza, hogy mi vizitdíjra, meg receptfelírási díjra, meg fizető, arra készülünk, hát ne legyen már maga rendes, ez vonja vissza. Majd megnyerték a választást, és 23 perc múlva ezzel álltak elő. Ez volt az egészségügyi reformjuk. Plusz még volt egy zseniális húzásuk, hogy minden korteremben legyen páncélszekrény. Ember, ezek Klári, ti erre voltatok képesek. Ez a ti képességetek. Mocskos módon hazudtok, aljasok vagytok a végtelenségig, és páncélszekrényt tesztek bele a kortermekbe, mert ennyire futja az eszetekből. Hogy emlékeztek, a kampány videója volt, az is 2006-ban egy kocsiban ült talán hátul Gyurcsány, és azt mondta, hogy ez az adócsökkentés kormány. Utána megemelték összör az adó. Nem lesz gázáremelés, 13-szor emelték. Az a választás volt, amiről meg azt mondta az összödi beszédben, hogy alig tudtuk visszahozni a szarból a kormányzást. A kormányzást. Azon kívül, hogy visszahoz, én most jövök rá, hogy tudom kívül, az összedő. Azon kívül, hogy visszahoztuk a szarból a kormányzást, nem csináltunk semmit, na, mondja Feri. De a százszor jobban, és mondja Klári. És most jön a izé, a kedves neje, még egyszer mondom, a kis bolgár komcsi ateista, aki még azt is elmagyarázza, hogy ki a jó keresztény. Hú, de nehéz ezeket elviselni. Hú, de rohadtul nem lesz itt ez mindenki Magyarországa.
egy dolgot nem szabad azonban szem előtt éveszteni, és ha már a miniszterelnök úr jelezte, hogy akkor mai nappal elkezdődött a felkészülés, hogy tudomásul kell vennünk, hogy más a választási propaganda, és más a valóság. Tehát ez alatt azt írtam, hogy tényleg elképesztő, mi minden valósult meg az elmúlt 10 évben. Magyarország tényleg fölemelkedett, mindenhol valami gyönyörűség épült, de azt is tudnunk kell, hogy a kollektív emlékezet fél évig tart. Tehát nekünk most arra is föl kell készülnünk, hogy igen, Otto, úgy van, ahogy te mondtad, ezek arcátlanul hazudnak, nem törődnek azzal, hogy ezek semmi köze a valósághoz, mert tudják, hogy van egy réteg, amelyik abból indul ki, hogy ha nekem rossz, mert mondjuk rosszul fizetnek, mert rosszul is dolgozok, meg nincs meg a megfelelő végzettségem se, ha nekem rossz, akkor minden rossz. És azok ott lopnak, mert akinek pénze van, az biztos, hogy lopott. És ezt a réteget, ezt az iri proletár réteget próbálják ezek meglavagolni. Erre nekünk föl kell majd nagyon készülni. Nagyon fontos, amit mondtál, András, és én egyel szeretném csak kiegészíteni, hogy azok a megmondó emberek, akik balról ezt a rossz közérzetet generálják, terjesztik. Mert azért hozzá kell tegyük, hogy a legszegényebbnek, a legnyomorultabbnak is egy kicsivel jobb, mint 10 évvel ezelőtt. Igen. De olyan rossz közérzetet terjesztenek az összes média felületükön, az összes megnyilvánulásukban, hogy itt minden rossz, itt nem lehet levegőt kapni, innen csak elmenni érdemes, itt nem lehet élni, stb. És valóban egy széles rétegben ezt a rossz közérzetet elültették olyanok, akik a nemzeti kormány regnálása alatt is baromi jól élnek. Szépen gyarapodnak. Újabb és újabb kocsikat vásárolnak. Új kis kecót, vityillót, itt-ott, amott. Tehát ők jól el vannak, félreértés ne essék. Nem az ő saját rossz közérzetükről beszélnek. Persze jobb lenne nekik, ha ők lennének hatalmon, de most is jól el vannak. Ellentétben azzal, hogyha ők jönnének velünk, mi lenne, azt ugye megint elmondta a Feri jó bőnyállal. Ehhez csak annyit, hogy állítólag Gyurcsány meg 10-szerezte a vagyonát a nemzeti kormány alatt, de nem is az a lényeg, amit mondani akartam, hogy amin igazán veszélyes nem Gyurcsány meg Gyurcsányné, hanem az, hogy a következő 1,5-2 évben a nyugat-európai média, az Európai Unió, az Európai Bizottság, a soros szervezetek, a civilek, ha nem úgy alakul Amerikában a választás sorsa, az amerikai külügyminisztériumtól kezdve mindenki őket fogja támogatni, és mindenki azt fogja mondani, hogy Magyarország sorsa az ő kezükben van, mert ha itt Orbán lesz, akkor nemzethalál, Vörösmarty látomása, minden rossz lesz. Pontosan azért, hogy ugyanaz, mert ezek ugyanazok, mint Nyugat-Európában, akik beengedik a migránsokat, akik leszedik a keresztet a templomokról, ugyanazok, akik Amerikában egyébként lerombolják a szobrokat, ezt akarják Magyarországon is ezek nyugat-európai támogatással. Persze. Ezért kell készülnünk. Ezt akarják, és hogy tudjuk, a végső cél pedig, mondjuk ezredszer, a nemzetállamok felszámolása és kiiktatása, és az Európai Egyesült Államok létrehozása, nincs többé olyan, hogy ország, állam, nemzet, haza, nincs. Brüsszel lesz, majd ott megmondják, hogy mit szabad és mit nem. Imádnék egy ilyen helyen élni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten természetesen a szokott időben találkozunk. Viszontlátásra!